Salai Róbert Benedek LMP-s képviselő a vendégünk, akivel most kivételesen nem kifejezett agrárügyekről fogunk beszélni, hanem egy szabadkereskedelmi egyezményről, bár persze ebben az agráriumnak és a mezőgazdasági termékeknek van fontos szerepe. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most nem az Amerikával, hanem a Kanadával történő szabadkereskedelmi egyezményről van szó. Önök azt mondják, hogy ezt nem szabad aláírni, miközben a legmagasabb uniós szinten biztosítanak minket arról, hogy ezzel mindenki csak jól jár. Önök szerint milyen baj? Hát az a baj, hogy ez az egész szabadkereskedelmi egyezmény az semmi más, mint az a világot a vesztélybe vezető út, ami ide hozott bennünket, mind az Európai Uniót, ami ugye nyilvánvalóan látszódik, hogy recseg, ropog, nyikorog az egész intézményrendszer, a britek kilépésétől kezdve az összes válságig, és hát nyilvánvalóan a világon is láthatóak ezek a problémák, amelynek a globalizációs hatásai ma már érezhetőek. A szabadkereskedelmi egyezmény lebontja a határokat, megszünteti a nemzetállamokat, és gyakorlatilag a kereskedelmet az emberek érdeke elé helyezi. Azért elfogadhatatlan, mert meg kellett volna, hogy tanuljuk az elmúlt 100 év történelméből és a gazdasági folyamataiból és társadalmi folyamataiból, beleértve itt a migráns válságot és minden más jelenséget, hogy nem működhet tovább úgy a világ, mint ahogy a szabad kapitalizmus ezt kitalálta. A áruk szabad áramlása tönkreteszi az ország gazdaságát és társadalmát, és ma már ezt amerikai egyetemi kutatások is alátámasztják. Cecilia Malmström, az Unió kereskedelemért felelős biztosa mondja azt, hogy nagyon progresszív megegyezés, és azonnali pozitív gazdasági hatásai lesznek a tagállamok számára. Nem is lesznek önök szerint ilyenek? Mi számunkra biztos nem, és lényegesen több a negatívum, mint ami pozitívumként elérhető. Tehát ha eltörlik a vámokat például, az nekünk csak rossz az, hogy a mi termékeink is kimehetnek, abban semmi pozitív nincsen? Milyen termékeket szeretnénk kivinni? Mi az, amit olcsóbban tudunk előállítani? Jelen pillanatban arról beszélünk, hogy egy teljesen más kontinensnek, aminek a térmértéke lényegesen nagyobb, mint az Unió, teljesen más erőforrás tartalékkal, teljesen más szabályozási háttérrel, olcsóbban, könnyebben és egyszerűbben állít elő termékeket, mint az Unió. Ez azért van, mert az Unió közös szabályokkal, környezetvédelmi előírásokkal, piacvédelmi szabályokkal és meghatározott társadalompolitikai célokkal védi a saját gazdaságát. Kanadában rosszabbak a környezetvédelmi előírások? Egyértelműen rosszabbak az egész, tehát Észak-Amerika területén mindenütt rosszabbak és enyhébbek az előírások, és mindamellett nagyon-nagyon sok olyan lehetőséget teremt az a hatalmas nagy természetterő forrás tartalék, ami ott van, ami Magyarországon nincs meg. Hatékonyabban, jobban lehet termelni. Nem akarom szándékosan ide keverni a GMO témáját, de Kanada az egyik világon élen járó termelő, és ők csak a hatékonyságra mennek. Na de ez egy másik kérdés, nem, hogy mit engedélyezünk, meg mit nem engedélyezünk Európában a génmódosított élelmiszerek terén. Hogyha nincsenek engedélyezve génmódosított élelmiszerek, akkor gondolom attól, hogy van egy szabad kereskedelmi egyezmény, nem lehet behozni. Sajnos ez tévhit, hogy nincsenek engedélyezve. Magyarországon például nincsenek. Ez sajnos nem igaz, nagyon jó lenne, ha így lenne. Magyarországon köztermesztésben, tehát a szántóföldeken nem termelhetünk GMO alapú vetőmagból. De az élelmiszereinkben ott van a GMO-s takarmány. A csokoládéban, amikor megveszünk a gyerekeknek, ott van a GMO szója. Magyarországra 500 ezer tonna és 700 ezer tonna körüli fehérje alapú takarmány jön be úgy évente, hogy ez mind GMO-s, és ezzel etetjük a magyarországi állatállományt. De akkor ezek szerint ez eddig is így volt, ehhez nem kell a szabadkereskedelmi egyezmény? A kérdés az, hogy mit teszi tönkre a gazdaságunkat. Az ottani termelés abból adódóan, hogy nagyon nagy hatékonysággal működik, korszerű eszközökkel és nagy területeken, olcsóban állít elő mindent. Nem szerettem volna hazai pályára visszamenni, de csak a sertéshús, amiért az elmúlt években az állam nagyon sokat tett, sok támogatást, hogy emelje a sertéstartásnak a jelentőségét, jelen pillanatban is Kanadában az egész unióhoz képest 60%-kal olcsóban állítják elő. És többek között sertéshúsra, marhahúsra vámmentes beszállítási lehetőséget adna ez az egyezmény Kanadának. Ez egyértelmű, hogy Magyarországon is érezhető munkahelyvesztésekkel jár, és a piac helyzete, pont egy amerikai kutatás azt mutatja, hogy akár átlagban 1300 euróval csökkentheti az európai béreket. Ez mind a szabadkereskedelem egyezménye, amikor a versenyhelyzet van. És az, amiről beszélünk rendszeresen itt akár az agrárium területén, hogy hogyan lehet és milyen hatékonysággal lehet termelni Magyarországon, ez mind megbukik. Abból adódóan, hogy a magyarországi kézimunka igényes ágazatok fenntartása, ami fenntartaná a munkahelyeket, ez összeomlik attól, amit ott onnan be tudunk hozni lényegesen olcsóbban. De mindez még mindig csak a felszín, mert valójában arról van szó, hogy a nemzeti szuverenitást adjuk fel. Azt adjuk fel, hogy megvédjük
közös nyelvünket, közös kultúránkat, az országot, attól, hogy a természet erőforrások védelme, amiért összeül egy nemzet, az biztosított legyen. És hogyha ez így van, akkor hogy az a kormány, amelyik reggeltől estig a nemzeti szuverenitás és a nemzeti kultúra védelméről beszél sok más téma kapcsán is, az ilyen könnyen feladná ezt a harcot? Én nem érzem úgy, hogy könnyen feladná. Megmondom őszintén, hogy ugye tegnapi nap folyamán volt az általános vitája a parlamentben ennek az országgyűlési határozatnak. Egyértelműen látszódik a Fideszen belüli megosztottság. Még a vezérszónoki kört is megosztották két külön felszólalóra, és a frakcióvezető Fidesznek az beszélt az aggályokról, még a külpolitikáért felelős szakpolitikusa beszélt az előnyökről. A Fidesz is épp úgy megosztott, mint Európa társadalma. Nem véletlen jött ez a egyébként kormány felhatalmazással megköthető szerződésbe a parlament elé. Alapvetően érezhető az, hogy a Fidesz-KDNP-ben is megvan az a kockázati érzés, amit mi valamennyien érzünk, csak miután neki nemzetközi nyomás más tekintetben is nehezedik a kormányzati tevékenységére, ezért nyilván a különböző zsarolásoknak is eleget kell tennie. Igen, a kormány azt kérdezte a parlamenttől, hogy az országgyűlés segítsen eldönteni, hogy október 18-án milyen álláspontot képviseljenek ebben a kérdésben, mert akkor születik meg uniós szinten a döntés, ahol a tagállamoknak is ugye ebben nyilatkoznia kell. Na, de tudjuk, hogy a Magyarországgyűlésben azért nagyjából az történik, amit a kormánypártok elhatároznak. Igen, de ez egy történelmi pillanat lehet, ugyanis úgy néz ki, hogy a Fidesznél lehet, hogy ebben lelkismereti szavazás lesz, és nem pedig frakciófegyelem. Az MSZP kifejezte, hogy ilyen feltételekkel, ilyen szabadkereskedelmi egyezményt nem tart jónak, másképp gondolná az helyesnek. Tartózkodni fog. A Jobbik és az LMP frakciója egyértelműen elutasítja ezt a fajta egyezményt, és bűnösnek tartja ennek a szabadkereskedelemnek a gondolatát. És akkor az Európai Bizottság illetékesei, meg más nyugat-európai tagállamok miért rontják a saját sorsukat ezzel? Hát összességében, tehát először is tényszerű kérdés, hogy az Európai Unióban jelenleg 4 tagállam teljes mértékben szkeptikus az egyezménnyel kapcsolatban. Másik 4 tagállam, akiknek például olyan, mint Bulgária, akinek a mai napig vízumkötelezettsége van Kanadával kapcsolatban, tartózkodik. És a kereskedelmi biztos miért terve mellette? Hát azért, mert egy szélsőségesen liberális politikus, aki szerint a piacok fölött előtt állnak az embereknek, aki a kereskedelmi egyezményt úgy hirdeti, mint ahogy Magyarországon tette, hogy a kereskedelem fontosabb, mint az Európai Unió állampolgárai, azok nyilvánvalóan azt gondolhatják, hogy a kereskedelem és az abból származó jövedelem az hasznosabb. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Most híradó következik, utána térjenek vissza hozzánk. Többek között Szigetvári Viktor lesz a vendégünk.